Virágos parkok, rügyező fák, meccést végző szakemberek. Mintha tavasz lenne, de ezek a felvételek 2023. januárjának első napjaiban készültek. Megdőltek a meleg rekordok tavalyi év végén, de az új év is rendkívül enyhe idővel indult. A tartós 10-15 Celsius fokra a természet is reagált. Sok helyen a hóvirág, az árvácska, a téli jázmin, sőt még az orgona is kivirágzott a napokban. A januári tavaszias időjárás az semminek nem kedvez és nem használ. Hát látjuk mi is, hogy a százszor szép elkezd nyílni, az árvácskák bontják a virágaikat, csak hogyha itt a közterületekre nézek, szépen rügyezik egyébként már az orgona is, meg az aranyeső is. Nyilván ilyenkor jobban figyelünk ezekre a növényekre, már az évelő ágyásainkat egyébként már rendbe tettük, visszavágtuk a virágokat. A DC Dunakon munkatársai a tavaszias idő miatt a megszokottnál jóval korábban kezdték meg a fák cserjék meccését és a virágágyások rendbetételét. Annak érdekében folyik a munka, ha jön egy fagy, akkor is tudjon majd bokrosodni a növény. A rózsafajtákat elővigyázatosságból szokták megmecceni. A megelőzés, a tudatosság a növényfajták kiválasztásánál is tetten érhető, hiszen a szakemberek a főkertész irányításával olyan virágokat ültettek ki Paks közterületére, amelyek jobban tűrik a szélsőséges időjárást. A korai jázmin, az orgona, esetleg az aranyes, ezek nem sérülnek annyira, elvirágzás után szoktuk őket mecceni, és hogyha ne adj Isten, látunk rajta valamilyen fagy jelet, ugye azt is ugye ilyenkor vissza tudjuk vágni. Seregély Erzsébet azt mondja, egyes gyümölcsfák is rügyezni kezdtek. Itt is nagyon fontos megtenni a szükséges óvintézkedéseket, legyen szó meccésről, törzsvédő használatáról, vagy éppen kártevők elleni permetezésről, hiszen ez az enyhe időjárás neki kifejezetten kedvező. Az én kis törpe őszi barackom is sajnos elindult rügybe. Hát ezzel sok mindent nem tudunk csinálni. Ugye szoktuk mondani, hogy akinek sok sárga barack fája van, az menjen és füstöljön majd, hogyha jön a fagy, de nyilván az sem segít bizonyos mértékig. Sok mindent nem tudunk csinálni, igyekezzünk minél gyorsabban a meccéseket megtenni, sebkezeljünk, az nagyon fontos. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a következő napokban is marad ez a koratavaszt idéző időjárás 10 Celsius fok körüli nappali csúcshőmérséklettel. Január 3. hetében térhet vissza a tél, akkor mínusz 2 Celsius fokig hűlhet a levegő.